A Veszprém és a Tatabánya ellen két olyan mérkőzést zártunk, ahol a vereség ellenére pozitív szájízzel vonulhattunk le a pályáról. Ti csapaton belül hogy éreztétek ezt a két mérkőzést? Mennyi tanúságot, mennyi plusz energiát lehet ezekből a mérkőzésekből levonni? Hát igazság szerint mi úgy éreztük, hogy mind a két mérkőzésen megmutattuk azt, hogy nagyjából mit tudunk. Igaz, mind a kettőn ugye vereséget szenvedtünk, de összességében pozitív kép jött le a csapatról, és nekünk ez volt a célunk vele, hogy ha akik eljöttek megnézni, lássák azt, hogy mi nem feltartott kézzel megyünk ki a pályára, hanem minden egyes gólért, pontért megpróbálunk harcolni. Az említett két mérkőzés után most a Mezőkövesd elleni fellépés következik idegenben. Tudjuk, hogy a Mezőkövesd az hozzánk hasonló játékerőt képviselhet, és gyakorlatilag a célok is közel azonosak. Mit gondolsz, mi lehet ezen a mérkőzésen a döntő, hogy látod az esélyeket? Hát én úgy gondolom, hogy azért helyén kell kezelni ezt a mérkőzést, hiszen ez ugyanolyan, mint az összes többi. Nekünk lépésről lépésre kell haladni. Nyilván az fog dönteni, hogy ki akar-e jobban, kinek fog jobban menni a játék, esetleg a döntő szituációkban jobb döntést hozni. A Mezőkövesdel ugye már játszottunk egy edzőmérkőzést a nyáron, vannak közeli személyes tapasztalatok is. Mit gondolsz, mennyire alakult át a idei Mezőkövesd mondjuk a tavalyhoz képest? Mennyiben lehet más ez a csapat, mint amit tavaly láttunk, vagy tapasztaltunk? Igazság szerint én azt mondom, hogy inkább abban másabbak, hogy már azért együtt vannak egy ideje. Összeszokott egy társaság, hiszen egy vagy két új játékos érkezett bele, és az edzőmeccsből sokat nem kell levonni, hiszen az pont azért volt, hogy gyakoroljunk a nyáron. Minden két csapat a saját játékát gyakorolja, a bajnoki az teljesen más lesz azért. Milyen a hangulat a mi csapatunk házatán? Mennyire érzed a társakon azt, hogy egy picit fokozottabb a várakozás a mezőkövesdi meccs előtt? Hát nyilván mindenkiben benne van ez a kicsi izgalom, de úgy gondolom, hogy helyén fogjuk tudni ezt kezelni, hiszen akik rutinosabbak, azok játszottak már egy pár ilyen meccset, aki pedig fiatalabban, az pedig tele lesz bizonyítási lehet vágyja.